A Gödöllői Sportuszoda beruházásáról szóló fontos bejelentést Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának tárcavezetője tette meg. Itt a köznevelési rendszerben óvodától középiskolai Gödöllőn 11 ezer gyerek tanul, jár köznevelési intézménybe, az egyetemen pedig, remélem jól mondom a számot, rektor 6300 hallgatója van. Mindezt figyelembe véve, és egyáltalán mondjuk így, hogy a Budapest észak-keleti agglomerációnak az igényeit, szükség van egy olyan létesítményre, ami bizonyára hiányt fog pótolni, amely versenyek megrendezésére is alkalmas, és ez nem más, mint egy versenyuszoda. Tehát ennek a versenyuszodának az építését szeretném bejelenteni. Itt látjuk már a terveket részben megvalósulva, legalábbis a bóják azok már ki vannak rakva. A komplexum 50 méteres merencét jelent, ehhez egy 1000 fős lelátó kapcsolódik, bemelegítő és egyben tanmerence is használható több funkciós merenceként, valamint a szükséges kiszolgáló wellness funkciókat is biztosítjuk. A beruházás megközelítőleg 2,53 milliárd forintba fog kerülni. A teljes költség az költségvetési forrásból, tehát állami forrásból fog megvalósulni. Ez a létesítmény az állami tulajdonban levő és a Szent István Egyetem vagyonkezelésébe álló ingatlanon fog megvalósulni, de természetesen nem csak az itteni egyetemi hallgatóknak, hanem az egész városnak, sőt az egész környéknek az igényeit ki fogja elégíteni. Biztosítja a versenyport, sport utánpótlás nevelés, úszás, vízilabda, edzéseknek és a versenyeztetésnek az igényét, az úszásoktatás természetesen a lakosságnak, a polgároknak az úszás igényeit, az egyetemi sportképzés és a parasport igényeket is. A fedett úszoda megvalósítása érdekében szükséges egyéb infrastruktúrális fejlesztéseket is el fogjuk végezni, közművek, parkolók, megközelítő utak és így tovább, és természetesen akadálymentes lesz az egész épület. Biztosítja majd az óvodai, általános, közép és felsőfokú intézmények úszásoktatását, sportolását, és mi úgy számoljuk, hogy ha az agglomerációt megnézzük, a vonzás közvetet, akkor körülbelül 100 ezer fő, 100 ezer magyar polgár az, akiknek az úszás igényeit ki tudja majd elégíteni. Nemzetközi és országos szintű versenyek rendezésére is alkalmas lesz, figyelemmel a városnak az igényeire. Simicskó István, sportért és ifjúságért felelős államtitkár a tárca más terveiről is szólt. Jogos a kérdés, amikor arról beszélünk, hogy egy államnak mi a feladata. Az állam természetesen abban érdekelt, hogy egészséges nemzedékek nőjenek föl. A mi minisztériumunk arra törekszik, hogy a maga szakmai területén ezt a célt elérje, szolgálja. A sport fontos mindannyiunk életében. Nekünk az a célunk, hogy sportoló nemzetet építsünk föl, alakítsunk ki, és természetesen a gyermekeink testi, szellemi, lelki fejlődését segítve a sportot használjuk nevelőeszközként. Fontos, hogy olyan szövetségeseket keressünk ebben az országban, akik egyébként a sportügyét átérzik, a sport jelentőségét ismerik, tudják, szeretik a sportot. Azt hiszem, hogy amikor Gödöllőre egy ilyen beruházással jön a kormány, akkor jó partnert talált, jó szövetséges talált az egyetemben, és természetesen Vécsei képviselő úrnak a kemény kiállásában, aki keményen lobbizott azért, hogy a kormány ezt a döntését meghozza. A beruházás jelentőségét Vécsei László országgyűlési képviselő méltatta. A kormány meghallgatta az érveimet, méltányolta az érveimet, elkezdődött a munka. Az egyetemet ismét megemlíteném, mert az egyetem vezetésében nagyon jó együttműködő partnert találtunk. Az együttműködés eredményeképpen ideális helyszínre leltünk, hiszen ez a most kertészetnek hívott terület, 3,5 hektáros terület Gödöllő közvetlen központjában helyezkedik el. A kastély, a vasútállomás, a hévvégállomás az egyetem közvetlen közelében, tehát minden szempontból ideális egy ilyen létesítmény céljára. A minisztériumtól, az EMMI sportállamtitkárságától, a sportközpontok igazgatóságtól nagyon sok műszaki és adminisztratív segítséget kaptunk, és hát így jutottunk el lényegében a mai napig. Ez a nap azt gondolom, hogy Gödöllő sporttörténete szempontjából, de minden bizonnyal egész Gödöllő története szempontjából is egy pirosbetűs nap, hiszen Gödöllő 30 éves, vagy több mint 30 éves álma válik ma valóra. Kapás Boglárka, Európa-bajnok úszónő, az ifjúság szemszögéből mondott véleményt a beruházásról.
Hát én nagyon örülök annak, hogy az úszás a 16 kiemelt sportág közé tartozik, és ezt úgy gondolom, hogy az összes úszó társam nevében is mondhatom. És ez nagyon jó azt is hallani, hogy ilyen magas, ilyen nagy anyagi támogatást kaptunk, hiszen minden szinte már hetente hallom, hogy új úszoda épül valahol, ami versenyképes, és ugye a régieket felújítják, köztük a BVRC úszodát is, ahova én járok le nap mint nap, és jó látni, hogy épül, és nagy munka zajlik. És hát amit minden nap látok, a másik dolog az a kisgyerekek, akik ugye szintén nagy támogatásban részesülnek, és jó látni az arcukon, hogy ők is nagyon lelkesek, és nagyon örülnek annak, hogy foglalkoznak velük, és hogy már is bekerültek ilyen fiatalon egy olyan körbe, ami hihetetlenül jó, hiszen minden, megvan nekik minden támogatás ahhoz, hogy ők is egyszer olimpikonok legyenek, olyanok, mint Hosszú Katinka, vagy Gyurta Dani, vagy kinek ki a példaképe. Úgyhogy hát úgy gondolom, hogy ezzel a támogatással nagyon jó, ebben nagyon jó dolgok fognak kisülni a következő években, és hát kívánom, hogy legyen is így. A rendezvény után elsőként Balogh Zoltán minisztert kérdeztük. Felül egy ilyen gazdasági helyzetben én úgy gondolom, hogy ekkora beruházás mindenképpen ajándéknak tekinthető. Kinek szól ez a gesztus? Gödöllővárosának, az egyetemnek, vagy egyszerűen befektetés a jövőbe? Mondjuk így, hogy annak a több mint 10 000 gyereknek és fiatalnak, meg annak a több mint 6 500 egyetemistának, akik majd itt úszni fognak, meg annak a kb. 100 000 magyar polgárnak, akik itt a környéken, mondjuk így, hogy az észak-keleti agglomeráció, Budapest észak-keleti agglomerációjában, tehát mindenkinek, aki használni fogja. A gazdasági helyzet, hogy mondjam azt, hogy azért most egy olyan gazdasági növekedés sikerült produkálni az előző évben Magyarországnak, és ez tartani fog a jövőben is, amiből lehet fordítani ilyen beruházásokra is, tehát ebből a szempontból jól állunk. Tőzsér János rektor szerint az egyetemnek is nagyon fontos ez a létesítmény. Köztudott, hogy az egyetemen a hallgatói sport és a versenysport az élen járó dolog, több évtizeden keresztül nagy hagyományai vannak, és kétségtelen tény, hogy sajnálatos módon az úgynevezett vizes sportokban kicsit gyengébbek vagyunk, hiszen nem volt vízszerlet, nem volt úszoda, és azt gondolom, hogy ennek az úszodának a megépítése az nagyban fogja segíteni továbbfejleszteni az egyetemi sportot. Különösen jó esély, hogy az egyetemi kollégiumi kapacitás az a versenyek kerülnek megrendezésre, főleg a nemzetköziek, akkor ezek is összekapcsolhatóan egy jó lehetőséget biztosítanak nemzetközi versenyek megtervezésére és megvalósítására. Simicskó István, a Szilas TV és a Régió Plus televízió kérdéseire is válaszolt. Egy úszoda az mindig jó jön, minden térségben jó jön, így különösen természetesen régi igénye a gödölő embereknek, hogy legyen úszoda. Fontos volt az egyetem ebben, komoly partner volt, fontos volt Vécsé úr tevékenysége ebben, képviselőként kiállt az ügy mellett, tehát mindenki örömére készülhet el ez az úszoda, és mindenki használhatja természetesen. Most a lakosság egy picit össze van zavarva, hiszen 2 éve dolgozik a város egy úszoda építésen, kiviteli tervekkel rendelkezik, úgy tudom, az a projekt párhuzamosan fut esetleg ezzel, illetve voltak az egyetemnek korábbi úszoda tervei, akkor az most itt fog megvalósulni ezen a helyszínen, ahol most állunk. Nyilván a Gödöllő fejlődése, dinamikus fejlődése, lélekszámbeli növekedése, vonzáskörzetének az erősödése, ez mind-mind azt mutatja, hogy szükség van egy ekkora méretű, 50 méteres adott esetben versenyek lebonyítására és alkalmas úszodára. Az úszoda az egyetemi bázison épül meg, az egyetemi hallgatók száma is indokoltá teszi mindezt. Az, hogy a városnak ezen kívül nyilván szüksége lehet még más medencére, más úszodára, tanmedencére, ezeket mind-mind meg kell vizsgálni. Természetesen mi minden értelmes programnak a pártfogói vagyunk, és igyekszünk segíteni is, de ez most egy állami beruházás az egyetem területén, amely mindenképpen segít kielégíteni azt az igényt, amit itt a városban és környéken élő emberek megfogalmaztak. Úgyhogy szerintem ez egy fontos lépés. Nyilván egyeztetni kell ezt követően, hogy milyen lehetőségek vannak még, milyen önkormányzati pénzek állnak rendelkezésre arra, hogy esetleg egy másik medencét vagy másik úszodát megépítsenek, de első lépésben most állami beruházásként ez meg fog valósulni.
Röviddel a sajtótájékoztató után Gödöllő önkormányzata saját internetes portáján reagált. Szerepel az önkormányzat portáján egy nyilatkozat, a Gödöllői önkormányzat nyilatkozata azzal kapcsolatban, hogy miként vélekedik a bejelentéssel kapcsolatban. Miként vélekedik? Tulajdonképpen örülünk annak, hogy a kormány ezzel a döntésével elismerte azt, hogy a városban nagyon komoly sportélet folyik, hiszen csak olyan településre visznek, vagy hoznak egy ilyen építkezést és beruházást, ahol van értelme fölépíteni, hiszen egy úszodát lehet építeni a prérire, ha nem megy oda senki. Így Gödöllőn nagyon komoly intenzív sport élet folyik, és több sportágban nem csak utánpótlás, hanem országos szinten is ott vannak a versenyzők. Azt viszont sajnálom, hogy ennek a döntésnek előtte nem voltunk bevonva az előkészítésébe, hiszen mi 2 éve készítünk elő egy úszoda projektet, ami a mi városunknak egy nagyon komoly anyagi erőtétel, de gyakorlatilag ebben az évnek az elején már döntöttünk arról, hogy ez év szeptemberében alapkőletétel lesz, és indul egy 2 éves finanszírozásban egy 33-as medencének az építése, tanmedencével, szintén arra alapozva, hogy itt egy nagyon komoly sportélet van, a kormány bevezette a mindennapos testnevelést, tehát a gyerekeknek a korábbihoz képest jóval nagyobb lehetőség lesz megtanulni, úszni és sportolni. Mi nem fogunk erőből még egy úszodát építeni, nincs értelme, és én most a héten javaslatot fogok tenni a képviselőtestetnek arra, hogy egyelőre felfüggesztjük az eddigi munkát. A munka nem veszett kárba, mert szakmailag felkészültek vagyunk úszodaépítésbe, úszoda üzemeltetésbe, és bízom benne, hogy ez a szakmai felkészültséget meg tudjuk mutatni, és igénybe fogják venni.